Novák előtt képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, az izraeli határon szolgáló honvédjeink hazahozatalát kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom, ahogy Irakban és Csádban sem volna keresni valójuk a magyar katonáknak, inkább az automata fegyverekkel is ostromlott déli határunknál kellene szolgáljanak honvédjeink. De itt a parlamentben sajnos egyedül maradtunk e javaslatunkkal. Pedig Magyarország terror fenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen háborúkban vesznek részt. Már rakéta találat is érte az ENSZ békefenntartó erőinek főhadiszállását Dél-Libanonban, sőt épp minapi hír, hogy a Hezbollah parlamenti frakcióvezetőjének fiát is megölte az izraeli légierő egy libanoni légicsapás során. Nagyon örülünk annak a tűzszünetnek, ami most nem a libanoni határon, hanem a gázai övezetben végre palesztin területen kialakult ideig, óráig, de félő, hogy a népirtást folytatni fogja Izrael, hiszen hadd idézzem például az izraeli parlament alelnökének a Twitteren tett bejegyzéseit, ezt egyedül a kuruc.info hírportál jelentette meg Magyarországon. El kell törölni a gázai övezetet, egyetlen gyermeket sem hagyhatunk ott meg, s végül az összes ott maradottat el kell onnan űzni, mondja az izraeli parlament alelnöke, miként azt is, hogy fel kell égetni a gázai övezetet. Amikor egy ilyen már-már közjogi méltóság, a Knesset alelnöke ilyet nyilatkozhat, akkor ne legyen kétségünk afelől, hogy sajnos előbb-utóbb az évtizedek óta látott népirtó gyakorlatát Izrael folytatni fogja. De ez nem a mi háborunk, államtitkár úr. Eközben Pintér Sándor és Rétvári Bence azt magyarázza a határt védő rendőreinknek, hogy vonuljanak vissza, fülüket, farkukat behúzva, hogyha bármiféle fegyver ropogást észlenek a magyar határon. Miért nem a békét támogatják a palesztin-izraeli konfliktus esetében, és is inkább Izrael diplomáciai háborúját ehelyett? A mai napig sem számolt el emellett a kormány a csúfos bukással végződött afganisztáni megszállásban való részvételünk költségeivel sem. Nem tudhatjuk, hogy mennyibe került a magyar adófizetőknek, becslések szerint 75 milliárd forint csak az afganisztáni megszállásban való részvételünk. És most abszurd módon 200 honvédet küldene a kormány, illetve hát a Jobbik is támogatná, és még más ellenzéki képviselők is az eddigi nyilatkozatok szerint azt, hogy Csádba küldjenek katonát, az afrikai szerepvállalás költségét szintén titkosítva, miközben inkább a déli határon volna szükség rájuk, ahol a migránsok lőnek a rendőrökre. Egyébként az Ukrajnában zajló háború miatt is fontos volna, hogy a honvédek ne a világ távoli részein, hanem gyorsan mozgósíthatóan hazánk biztonságát segítsék. Aki pedig nagyobb kalandra vagy gyakorlatra vágyik, annak természetesen ott van például a francia idegen légió. Tisztelt államtitkár úr, miért nem hajlandók az izraeli határon szolgáló honvédjeink hazahozatalára sem? Köszönöm. Nagyon szépen, képviselő úr, mint említettem, a választ Varga Tamás miniszterhelyettes államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, miniszterhelyettes úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Ebben a témában ön már fordult a minisztériumhoz írásbeli kérdéssel, és kapott is választ, de köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szóban is elmondhatom válaszunkat. A szóban forgó szerepvállalásunk alapja, hogy a terrorizmus és az azt ösztönző propaganda közvetlenül fenyegeti hazánk és szövetségeseink biztonságát, és így hozzájárul az európai biztonságot és stabilitást fenyegető tömeges és illegális migráció gerjesztéséhez. Határozottan az az álláspontunk, és ezt nem először mondjuk el, hogy nem a bajt kell idehozni a mi országunkban, hanem a segítséget kell odavinnünk, ahol arra szükség van. És azt sem először mondjuk nagyon határozottan, hogy Magyarország továbbra is a béke megőrzését, a migráció megállítását és a határok védelmét tartja első számú feladatának. Az elrontott brüsszeli bevándorláspolitika, mint látjuk, Európára is veszélyes, és Magyarország kezdettől fogva a migráció megfékezését és a határok védelméért emeli fel a szavát Brüsszelben, és 2016 óta tett is érte itt a magyar határon. Az ENSZ libanoni békefenntartó missziós szerepvállalásunk abból a meggyőződésünkből fakad, hogy a közel-keleten létrejövő és kialakuló válságok hatásai tovább gyűrűzhetnek Európába.
Ez az a térség, amely a hazánk déli határait is veszélyeztető illegális migráció szempontjából is kiemelt jelentőségű. Tekintettel az ENSZ globális szerepére a nemzetközi béke és biztonság fenntartása területén Magyarország, a mi hazánk számára fontos nemzeti érdek, a békefenntartó műveletekben való történő részvétel. Az izraeli konfliktus miatt ebben a dél-libanoni ENSZ misszióban szolgáló magyar katonákat nem érte támadás. A helyzetet természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük, és amennyiben a szükséges, haladéktalanul intézkedünk katonáink védelméről, adott esetben hazahozataláról. Azt is nagyon sokszor elmondtuk, hogy a műveleti szerepvállalások, és ez a műveleti szerepvállalás is milyen fontos számunkra. Összegezve tehát egy modern, ütőképes és hazája iránt elkötelezett hadseregre, honvédségre van szükségünk, amit elhatározott célunk, hogy a térség meghatározó hadereje lesz. Természetesen a 21. századi haditechnika üzemeltetéséhez, a magas szintű követelményekkel rendelkező betöltéséhez szükség van jól képzett, jól kiképzett, felkészült katonákra. Tehát az ütőképes haderő megteremtéséhez nem csak a legmodernebb technikai eszközökre, haditechnikai eszközökre van szükségünk, hanem elhivatott honvédekre is. És ennek köszönhetően a Magyar Honvédség egy professzionális és a NATO kötelékében is hatásosan és hatékonyan alkalmazható haderőként áll majd hazánk szolgálatában. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem képviselő urat a válasz elfogadására. Köszönöm szépen, miniszter helyettes úr. Most megkérdezem Novák előtt képviselő urat, hogy elfogadja-e a miniszter helyettesi választ. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm, elnök úr. Elfogadhatatlan ez a válasznak hívott maszatolás, hiszen az például, hogy nem érte támadás az ottani magyar katonákat, akik egyébként óvóhelyre kellett meneküljenek az izraeli légicsapások ellen, ez mindenképpen ferdítés. És egyébként is a NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de sem Ukrajna, sem Izrael nem NATO tag, éppen ezért nincsen keresni valónk, azt gondolom, a libanoni-izraeli határon, és véget kellene vetni azt is, hogy eddigi kormányunk túlbuzgóságai alapján több külföldi megszállásban vegyünk részt, és hadipari fejlesztéseink is ezt a szempontot szolgálták a hazavédelme helyett. Az idegen érdekek helyett a magyar szempontokat kellene végre előtérbe helyezni a hadsereg fejlesztés során is, inkább tisztességesebb itthoni javadalmazás, modernebb felszerelést, komolyabb hadgyakorlatokat biztosítva honvédjeinknek. Éppen ezért ez a válasza nem elfogadható az izraeli határól is, onnan különösen haza kellene hozni a magyar honvédeket, mert magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, és az idegeneket pedig vigyék el tőlünk. Köszönöm a figyelmet!